Helyszínelnek a rendőrök az M1-es autópályán Lébény és Károly háza között. Vasárnap hajnalban itt egy személyautó és egy kis teherautó ütközött össze. A platós kocsi trélerrel két másik autót vontatott. A személygépkocsikat szállító tréler közlekedett Budapest irányába, eddig tisztázatlan körülmények között a pályatestet elválasztó szalagkorlátok ütközött, majd a vontatmány leszakadt és a pályatesten felborult. A baleset bekövetkezése után egy személygépkocsi a leszakadt vontatmánynak ütközött. A felismerhetetlenségig összeroncsolódott a vontatmány és az az alá beszoruló autó is, amiben hárman utaztak. A személyautó három utasa a gépjármű roncsai közé szorult, őket a Moson-Magyaróvári hivatásos tűzoltók, illetve a Lébényi hivatásos tűzoltók és a Lébényi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai feszítővágó segítségével emelték ki. Ketten súlyosan megsérültek, őket jelenleg a győri kórházban kezelik. Az anyósülésen ülő utas viszont életét vesztette a balesetben. A helyszínelés idejére a rendőrök az érintett útszakaszt lezárták a forgalom elől.